Sok szeretettel köszöntöm a Pont Televízió nézőit, illetve a Pont Rádió hallgatóit, és köszöntöm stúdiónk mai vendégeit, Vas Évát és Vázquez Carlos urat. Vas Éva kommunikációs szakértő, közgazdász, világutazó, fogalmazhatunk így, Vázquez Carlos úr pedig rendszerfejlesztő, akinek területe az applikációk fejlesztése, ők házasok. Már régóta megismerkedésük kalandos, és tulajdonképpen olyan sokrétű személyiség mindkét ember, hogy nagyon sok mindenről lehetne beszélgetnünk ebben a mai műsorban, és tervezzük is, hogy majd egy másik műsorban fogunk sok mindenről beszélgetni. Most alapvetően egy olyan programról, egy olyan alkalmazásról ejtünk majd szót, amely mezőtúri programokat tartalmaz, és amely segíti ezáltal mezőtúrváros lakosságát, érdeklődő közönségét a tekintetben, hogy időben megtudjon mindent az itteni programokról, és oda el tudjon menni, azon részt tudjon venni. De azért nem tudunk eltekinteni attól a ténytől, hogy a házas pár megismerkedése és eddigi élete kalandos volt. Tehát én arra kérem Vas Évát és Vázquez Carlost, hogy beszéljenek azért néhány percben arról, hogy hogyan ismerkedtek meg, hogyan jött létre ez a kapcsolat, hol történt ez a megismerkedés, és hol éltek nagyon sokáig. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt jelen lehetünk és beszélgethetünk. Hát a megismerkedésünk, az, ha jól számolom, 34 évre vezethető vissza. Ez egy téli, mínusz 40 fokos szibériai reggelen történt. Mi ugyanis a Szovjetunióban tanultunk, ott végeztük el az egyetemet, és a szibériai kirándulásnak ugye ez a hosszú kalandos, ugye, ahogy te is említetted, rengeteg élménnyel teli kapcsolatot eredményezett. Az egyetemet elvégezve Magyarországon éltünk, majd csaknem 20 évig. Először Esztergomban, majd Budapesten, és utána az utóbbi 10 évet pedig Kolumbiában töltöttük. Hát pályakezdőként Esztergomban a Szovjet-Magyar Vegyes Vállalatnál, orvosi műszergyártó vegyes vállalatnál dolgoztunk, akkor ugye nagy kincs volt számukra, hogy mi tudunk oroszul, csak utána ugye, hogy történelmet éltünk, összeomlott ugye a szovjet piac, akkor mi is váltottunk, Budapestre kerültünk, ott kezdtünk először dolgozni egy rajzfilmstúdiónál, majd az Unilevernél, a multinacionalis cégnél dolgoztam én, körülbelül 10 évig, egy óriási tapasztalat volt. Megtanultam ugye azt a nyugati kultúrát, ahogy a nyugati vállalatoknál dolgoznak. Rendkívül jó tapasztalat volt, és utána jött a nagy váltás, akkor elindultunk Kolumbiába, és tudom, ilyenkor az a kérdés, hogy miért, és miért pont oda. Szerettem volna föltenni, de előre mentél ebben a kérdésben. De mégis megkérdezni tényleg, hogy mi indított el benneteket ezen az úton. Hiszen tudjuk, hogy férjed kolumbiai származású, tehát ez már nyilván lehet egy ok, de túl ezen volt-e valami más? Igen. Nagyon fontos oknak tartottuk azt, hogy már ugye volt két nagyfiunk, és hogy ismerjék meg azt az énjüket és a kolumbiai felüket. Egyrészt a nyelvet, másrészt ugye a kultúrát, és hogy legyen egy biztos értékítéletük arról, hogy mi is van Kolumbiában, éljék azt meg, és hogyha később úgy döntenek, akkor akár ott is képesek legyenek a talpukra állni. Én úgy gondolom, ez volt ugye a második indok. A harmadik pedig az, hogy a multis kultúra után szerettünk volna valami mást csinálni. Tehát a multik nagyon hatékonyan dolgoznak, rendkívüli energiát igényel az embertől, és 10 év után tényleg nagyon kifárad valaki, aki ugye abban az üzemmódban dolgozik, mert hangsúlyozom, rendkívül hatékonyak. Tehát amikor mi azt mondjuk, aki ugye nem ismeri a multikultúrát, vagy nem dolgozott nyugaton, hogy hát tudunk mi hatékonyan dolgozni, hát
Nem annyira. Tehát meg kell ismerni azt a kultúrát, át kell venni azt a módszereket, azokat az eljárásokat, és akkor az ember tényleg hatékony. És akkor a kolumbiai hát elvonulás, fogalmazzunk így, akkor ez egy tényleges elvonulás volt, akár ettől a rohanó életmódtól? Egy picit, tehát túl azon a gyermekeiteket szeretnétek volna megismertetni azzal a kultúrával, de egyfajta lelki feltöltődés is szerepet játszott? Vagy annak a lehetősége ebben az utazásban, ebben az odaköltözésben? Igen, igen, pontosan így, ahogy mondod. Ugyanis az első nagy projektünk az egy könyv elkészülte volt, ehhez gyűjtöttünk anyagot, ehhez készítettünk fotókat, felvételeket, és Amazónia elbűvölő történetei és képei címmel kiadtunk egy képes albumot. Ez volt ugye az első projekt, utána nagyon sok mindent kipróbáltunk, nagyon sok mindent csináltunk, gyerekeket tanítottunk erőszakmentes kommunikációra, felnőtteket is. Ugye tudjuk, hogy Kolumbia egy elég veszélyes ország hírében áll, és gondoltuk, hogy ezzel hozzá tudunk járulni, hogy az ország békésebb legyen, legalább ugye a mi kis mikrokörnyezetünkben. Világmegváltó gondolatok is voltak akkor bennetek. Igen, 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 érdekes, hogy ez így is volt. Azon kívül dekorgumi kézműves technikát ismertünk meg 3D formában, ami itt Magyarországon még nem is annyira van jelen, de szeretnénk ugye majd ezt is elterjeszteni. Erre készítettünk egy internetes oldalt, elektronikus formában tanítottuk ezt a technikát, és ami azt hiszem inkább a férjemhez tartozik, egy fociiskolát is indítottunk, ami ugye nagy kihívás volt, hiszen ugye a dél-amerikai foci, azt az igen, mindenki magas ismeri, műveli. Igen, magas szintű. Úgyhogy azt hiszem, ez inkább a Carlos asztala. Ha már dél-amerikai foci, és akkor ez kitérő, Valderrámára szerintem a közönség, még a magyar közönség is emlékszik, ugye egyrészt a hajára, másrészt meg a játék tudására. És hát úgy tudom, hogy ott még talán szobra is van, de ezt lehet, hogy rosszul tudom. De így van, van szobra is az ő szülővárosában, ahol volt alkalmunk ott is lenni, mert a fiam ezt valahogy nagyon akarta ezt, szóval fényképezni magát. Igen, igen. Fényképezni magát a szobor előtt, és ez nagyon jó élmény volt. És ha már Carlos átvettel a szót, akkor maradjunk is egy picit nálad. Tehát kalandos utad volt neked is, hiszen Kolumbiában születtél, 10 éves korodig ott éltél. Aztán jött a szovjetuniós időszak, igen, ahol a tanulmányodat folytattad, ahol a megismerkedés ugye Évával megtörtént. Aztán Magyarország és vissza Kolumbia. Tehát hogy élted meg ezt a hullámzást? Igen, ez hát egy kicsit nehéz volt. Csak úgy, még egy fiatal ember vagy, tehát... Így van, csak mindig úgy próbáltam mutatni, hogy nem az. Ugye. És igen, hát ez óriási volt a Szovjetunióban, mert én nem ismertem a telet. És hát meg kell egy szokni, egy pár... Ott pedig van, tehát azt lássuk be. Igen, miután már meg volt az első tüdőgyulladás, akkor már tudtam, hogy vigyázni kell magamra, mert nem úgy, hogy egy faluban járkálok mindig az utcán, ugye, mint a Kolumbiában. És akkor igen, vissza, mivel az én munkaéletem az itt indult Magyarországon, én nem tudtam, hogy Kolumbiában az mi az, hogy tevékenykedni, ugye, és tapasztalni a mindennapi életet, a mindennapi ugye problémával már foglalkozni. És akkor igen, amikor visszamentünk, kicsit nehéz volt újra beilleszkedni. Meg a szókincs is egy kicsit megváltozott, mert annyi idő alatt már a zsárgon az ugye mindig fejlődik. És akkor így fokozatosan igen, beilleszkedtünk. Akkor megérkeztetek Magyarországra, a Szovjetunióval. Milyennek láttad a mi kis hazánkat? Akkor nagyon izgalmas volt, mert akkor pont készült a rendszerváltás, ugye akkor a parlament kiadta. Hát akkor egy extrém időszakban jöttetek vissza. Igen, de ugyanakkor nagyon izgalmas volt, mert tudtunk, hogy itt valami érdekes lesz, csak nyilván most már tudjuk, hogy mi lett
annyi idő után, de akkor mindenki nagyon lelkes volt, hogy mindenkinek volt a fejében valami, ami szeretne csinálni, és akkor így mindig szerettem az izgalmat. És akkor így azért elhatároztuk, hogy akkor itt maradunk. Rendszerfejlesztő vagy szakmádat tekintve. Nem tudom, ez a pontos meghatározása ennek a területnek, vagy ennek a szakmának. Ezen belül pedig applikációk fejlesztésével foglalkozol. Hogyan jön az ötlet rendszerfejlesztő számára, hogy alkalmazások, vagy az applikáció, hogyha magyarul fordítjuk, akkor nagyjából alkalmazásokat jelent. Tehát hogyan jön az ötlet, hogyan jön a kedv, tehát hogy ezzel a területtel foglalkozzál ezen a szakmán belül? A vállalatoknál, amikor dolgoztam, inkább vezetőként dolgoztam, és egy kicsit eltávolodtam a fejlesztéstől. De én mindig szerettem amúgy is az eredeti szakmám, ami igen, informatikus gyakorlatilag. És amikor Kolumbiában voltunk, akkor visszakezdtem ugye, keresni, hogy technikailag is foglalkozom ugye az informatikával, és akkor mivel a web az, ami elsősorban ugye fejlődött, akkor elkezdtünk foglalkozni a website-ok, vagy web fejlesztéssel, és sokat is csináltunk, és utána megjelentek a telefonok, ugye, és akkor kezdtek direkt hódítani, és mivel mi szociális dolgokkal foglalkoztunk, úgy értem, mi Eva említette, hogy volt egy foci iskolánk, ami nyilván fizetős volt, de mi elsősorban akartunk megcsinálni, hogy segítsünk a közösséget, ahol voltunk. És akkor gyakran az volt, hogy igen, nagyon sok rendezvényt szerveztünk. És mindig a problémánk volt, hogy hogyan juttassunk az információt az emberekhez, az a rendezvényekről. Uh-huh. Hogy tudja, hogy amúgy is mikor kell jönni. Tehát a rendezvények jellegét illetően az információk, tehát hogy mikor kerülnek megrendezésre, így érted? Így van, így értem. És mindezt ingyenesen bérmentve, minél gyorsabban olyan körhöz is eljuttatni, akik biztos, hogy olyan gyorsan tudnak tájékozódni. Tehát a szociális jelleg itt érhető tetten? Igen, így kell érteni. Uh-huh. És akkor gondoltuk, hogy mivel a egyszerű jutatni az információt, ha annak az embernek a kezében van már egy számítógép, ami most már tudjuk, az okos telefon, akkor gondoltuk, hogy inkább egy applikációkkal kellene foglalkozni, mert akkor így fog jutni hatékonyabban. Nem kell hozzamenni, konzultálni, ugye kinyitni a böngészőt és megnézni a számítógépen, hogy hol van az információt, hanem rögtön kerüljön a kezében, és akkor, hogy ez olcsóbb lesz, mert ha volt például 150 gyerekünk, és mindenkinek kell jutatni az információt, akkor kellene 150 hívást is végezni, ami is ez egy kicsit költséges. Akkor így indult, és akkor én belemerültem abban technikailag ezekben a témákban, ami amúgy is nagyon gyorsan fejlődnek, nagyon sok fejlesztő, vagyis úgy értem, emberek, akik fejlesztik a szoftvereket, ami lehet olcsóbban, vagyis kevesebb idő alatt fejleszteni egy applikációt és hatékonyabbá tenni, ami korábban általában a nagyobb vállalatoknál volt csak lehetőség. Mert több platformról kell fejleszteni, szóval szerintem egyszerre három applikációt kell fejleszteni, ami ugyanazt csinálja. Akkor már egy ember, mint én, egy kisebb csapattal, akkor már ugyanazt tudja elérni. És ez meg egyre jobban fejlődik, és gyakorlatilag minden meg lehet csinálni, minden egy okos telefonon. Minden lehet hasznosítani benne. Károsz, pusztán az idősebb hallgatóink és nézőink kedvéért, picit tisztázzuk már az applikáció fogalmát, hogy alkalmazást mondtam magyarul az elébb, hogy tehát egybeesik a megjelenésük a mobiltelefonok fejlődésével, de pontosan írjuk már körül, mi ez. Tehát, hogy mindenkinek egyetemű fogalma lehessen erről. Uh-huh. Igen. Azt hiszem, ez egy ikon, ugye, ami hogy szoktuk hívni, a kütyünk van.
És tehát igen, kütyő a telefon, tabletet, laptopot, stb. Ugye értünk. Igen, és akkor gyakorlatilag rámutatjuk ugye a képernyőn, és akkor nyílik. És nyílik valami képernyő, amit invitál valamire. Ebben az esetben akkor az fog megjelenni elsősorban, például a mezőtűrő applikáció esetében, hogy milyen műsorok vannak, milyen aktuális műsorok vannak, milyen rendezvények vannak most a városban. És az pontosan reális időben megmutatja. Szóval nem lehet ott hiba, mert a maga a kutyú az nagyon szépen tudja követni. És ezen kívül, ha valaki azt szeretné, hogy ráadásul feledékeny, szeretnék, hogy emlékeztessek arra, hogy mikor mi van, akkor ennek van lehetősége, akkor a rendszer képes elküldeni egy üzenetet speciális neki, hogy ne felejts el, hogy ma koncert van a főtéren, és akkor gyere 4 órára, és akkor ezt mondjuk így kicsit könnyíti az ő életét a rohanásos életben, egy kicsit segít, mint egy ébresztő órát. Mikor jöttetek vissza Magyarországra? 2015. szeptember végén. Tehát gyakorlatilag nem olyan régen. Igen. Szóval nincs még 2 éve. Maga az ötlet, ugye most már térjünk rá erre a mezőtúri programok applikációra, ez mikor jött, és melyik őtöknek jött először, hogyan kezdődött? Maga az ötlet, még egy kicsit visszakanyarodnék Kolumbiába. Nyugodtan. Ugyanis a másik oldalról is volt élményünk. Van egy kedvenc személyes példám. Bukaramanga városban laktunk, illetve annak a szélében, és ebben a városban minden évben rendszerint szeptemberben megszervezik a mezőgazdasági fesztivált. Ez egy többnapos rendezvény, hasonlóképpen, mint ugye itt Mezőtúron az Artúr Fesztivál. Vannak kulturális rendezvények, vannak állattartással, mezőgazdasággal kapcsolatos kiállítások, versenyek, bemutatók, és elég nagy érdeklődésre tart számot, de hogy pontosan tudni, hogy mikor mi van, hát azt elég nehéz volt nyomon követni. És mivel egy hétvégi nap is beleesik, mi is elhatároztuk, hogy elmegyünk a gyerekekkel megnézni a lovas bemutatót. És hát a szomszédunk mondta, hogy ó, persze, 1000 forint egy belépő megéri, mert gyönyörű lovak vannak, nagyon-nagyon szép. Jó, elmentünk, sorba álltunk a kasszánál, és mondja a kasszás, hogy ó, 4000 forint egy jegy. Fú, mondjuk 16000 forint, hát ez rengeteg. Pláne Kolumbiában azért a vásárló érték egy kicsit máshogy alakul. 16000 forint, ez rengeteg pénz. Ó, mondom, nem, hát ezt nem engedhetjük meg magunknak, menjünk múzeumozni. Na jó. Ugye azt mondták, hogy a fesztiválra tekintettel minden múzeum nyitva. Elmentünk a Kortárs Múzeumba, zárva. Elmentünk a Nemzeti Banknak a múzeumába, zárva. Hát már dél körül tartott az idő, gondoltuk, hogy hát most már többen nem próbálkozunk. Ebédeljünk, aztán menjünk el a divat bemutatóra, meg a népművészeti vásárra, ott egy közeli bevásárlóközpontban szervezték ezt meg. Oda mentünk, a népművészek már pakoltak. A divat bemutatóról meg még a biztonsági őr se tudott, meg a szervezők se tudtak semmit. Fú, hát a kicsi lány, mert ugye közben lett egy kislányunk is. A kislányunk akkor már visítva hisztizett, hogy ő menni akar haza, őt nem érdekli semmi. Na jó, gondoltuk, hogy hát akkor kedvezzünk neki. A gyermekpalotában szerveztek egy néptánc gálát. Na jó, menjünk el, nézzük meg azt, gyerekek lépnek fel, gyerekek táncolnak, tüneményes, bájos programnak ígérkezett. Elmentünk, senki nem volt. A lelátón senki. Gondoltuk, hogy úristen, hát ez se lesz, hát hogy van ez? És akkor még vártunk egy kicsit, mert ugye a kolumbiaiak azért nem szoktak hamar megjelenni egy rendezvényen, gondoltuk, hogy hát biztos pont kezdéssel jönnek. Hát már egy óra is eltelt, senki. Megkérdeztük, hogy nem lesz, de lesz 2 óra hossza múlva. Hát akkor már a nagyfiunk, ő is kezdett hisztizni, hogy őt nem érdekel semmi, menjünk haza, ő már éhes. Na jó. Végül is elkezdődött a gála, tényleg nagyon szép volt, megérte, de akkor na most már együnk is valamit. És ezen a napon hagyományosan van egy kolóniák gasztronómiai fesztiválja, elnevezésű rendezvény, ugyanis ott Bukaramangában is elég sok nemzetiség él, vannak argentinok, vannak chileiek, vannak magyarok. No. Magyarok mindenhol vannak, tehát ezt szögezzük le.
És Kiki a maga konyhájával felvonul, meg persze kolumbiai tájegységek is hozzák a maguk sokrétű ételbemutatóját, és akkor menjünk el oda, az mindig izgalmas. És akkor elmentünk a stadionhoz, hát kiderült, hogy az idén nem úgy szervezték. Úgyhogy annyira csalódottak voltunk, annyira máshogy terveztük ezt a napot, és akkor ez úgy nyomot hagyott bennünk, hogy hát miért nem lehet ezt kommunikálni valahol, miért nem lehet ennek utána tudni járni, és mit lehetne tenni. És akkor ez úgy sokáig bennünk maradt, és mikor hazajöttünk Magyarországra, akkor ugye már tudtuk, hogy itt interneten ugye sok minden elérhető, ugye régebben volt a Pesti Est, ugye újságformájában, ugye most már megint visszacsurgott, most már megint van újságformájában, de egyébként meg interneten minden nagyon jól elérhető. És hát nagyon városokban mindenhol volt egyébként Est, tehát ilyen Est nevű kis programfüzet. Igen, viszont Mezőtúr még mindig ugye ebbe a körbe nem került bele. Ugye, mert hát Mezőtúrnak nincs ilyen jellegű újság. Nem tudom, azok a nagyvárosok közé. Igen, igen. És azért mégis amit szerettünk volna, hogy segítsen valami az életünket, hogy legalább ezt ne kelljen fejbe tartani. Tehát legyen egy esemény naptár, egy adatbázis, ahol benne van minden aktuális és leendő rendezvény, ne legyenek ott a múltbeliek, mert ott már nem akarunk böngészni, legyen mindig az aktuális, és mi több, szóljon nekem valaki, mint ugye anyu szól, hogy kislányom, ne felejtsd el. És akkor innen indultunk, hogy jó lenne mezőtúrnak egy ilyen alkalmazás, ugyanis vannak szép száma kulturális rendezvények, sportrendezvények is, talán a sportrendezvényekről még kevesebben is tudnak, mint a kulturális rendezvényekről, és milyen jó lenne, hogyha becsipogna a telefonon egy értesítés, ugye az okostelefonok erre lehetőséget adnak, becsipogjon egy értesítés, és akkor innen indultunk el, Carlos az előbbiekben ugye már elmondta, hogy őt mindig technikailag, mindig nagyon érdekelte ugye ez a média, ez a technológia, ez az új technológiai megoldás, és akkor technikailag ő ezt megoldotta, felkerestük a közösségi házat, tesztelhetjük-e velük, és mondták, hogy igen, nagyon szívesen, és akkor innen indult a dolog, hogy élesben teszteltük, és ugye már bárki letöltheti, ahogy Carlos is mondta, ugye ez ugye a technikai része, tehát a Play áruházból bárki ingyen letölti, mezőtúri programok elnevezéssel megtalálja, és nekünk ez olyan külön szívet melengető, hogy fönt van a világhálón, ugye fönt van a nagyvilágban mezőtúr. Igen. Szívet melengetőnél tartunk. Igen. Ha valaki letölti ezt az alkalmazást, akkor egyből egy nagy szívvel, nagy piros szívvel találkozik, és benne pedig egy kis fehér szívvel, ugye? Tehát ennek nyilván van valami szimbolikus jelentősége, én azt gondolom. Erről akkor Carlos, légy szíves, mesélj nekünk. Igen, a nagy szív az maga mezőtúr. A mezőtúri város, ugye, ami most a feleségemnek a szülővárosa, nekem pedig a közösségem, ahol élek. És a kis szív az maga az az ember, aki szereti a város, mivel a közösségben van, akkor élvezi azt az örömet, ami ugye együtt élni az emberekkel itt. Igen. És a problémákat is nyilván éli, ugye a kihívások, ami a vágyai, ami minden nap. Uh-huh. Ugye. És ez a dupla szív ötlet, melyik őtök től származik? Hát... tőlem származik, és az az igazság, meg konzultáltam valakivel, aki a mi barátunk, és valahogy láttuk, hogy ő neki valahogy adott egy kis indítotást erre a dologra, és akkor kicsit mi mondjuk ez alapján megtaláltuk egy megoldásom, ami már ilyen grafika alapján kicsit megoldhatom, mert nyilván nem nagyon pici a okostelefonok nagyon kevés lehetőség adott, hogy lehessen olyan nagy grafikát ugye, mutatni, és akkor ez így teszteltük, hogy látják-e a logot, látják-e a kis szíved, a másik szívedbe, értelmezik-e, hogy mi van ott.
Legyen csak egy firka. Három fül van tulajdonképpen, vagy három, hát én még csak fülnek hívnám, olyan lehetőség, amire kattintani lehet. Ugye üzenetek, esemény, naptár és elérhetőség. Vegyük sorba röviden akkor, hogy miről szól az egyik, miről a másik. Üzenetek. Tehát itt kapja, ha jól sejtem én, tehát aki letölti az alkalmazást, azokat az üzeneteket, amelyek aktuálisak. Jól értelmezem? Így van. Ez egy rövid, maximum 240 karakterben feltölthető üzenetet jelent. Az üzenetet az adminisztrációs felületről mi elküldjük, és azonnyomban becsipog az illető telefonjára. Például ne feledd, holnaptól indul az Artúr Fesztivál, gyere, számítunk rád. Tehát egy ilyen hangi hatás is éri a így van. Letöltőt. Cselekvésre, mi úgy szoktuk ezt mondani, hogy cselekvésre indító, cselekvésre ösztönző üzenetet küldünk, hogy érezze az illető, hogy neki szól személyesen. Igen. És hogy várják őt, számítanak rá, hogy ott legyen. Tehát szeretnénk így úgymond a szívét megérinteni, szívhez szólni. És úgy terveztük, hogy talán az a leghatékonyabb, ha aznap reggel, ugye amikor van a reggeli készülődés, akkor még az ember még be tudja tervezni a napját, tehát általában reggel küldünk egy üzenetet, és igyekszünk nem túl molesztálni az embereket, nem az agyukra menni, hogy megint csipog, nem. Pedig lehet, hogy így kellene, mert azért mezőtúron is rohannak az emberek, tehát, igen, és lehet, hogy felejtenek gyorsan. Hogyha egy olyan nagy horderejű rendezvényről van szó, akkor persze többször is szólunk, de van, amikor elég egyszer szólni, van, amikor elég csak az eseménynaptárba betenni, és akkor az emberek nézik, rátalálnak, hiszen ahogy ezt már említettük, arra nagyon figyelünk, hogy csak aktuális dolgok legyenek benne, csak mai, illetve jövőbeli dolgok, ne kelljen keresgélni, ne töltse az ember az időt azzal, hogy egyáltalán gondolkodni kelljen, hogy jaj, ez már elmúlt, akkor ez már minek van itt. Tehát ezekre figyeltünk, ugyanis ma akkora információ káoszban élünk, hogy végül is nem lehet az embereket felelősségre vonni azért, hogy nem akarnak már ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy úristen, akkor ez most aktuális, most még gondolkodnom kelljen, most még szelektálni kelljen, nem. Mi ezt mind elintézzük helyette, tehát mi készen, tárcán kínáljuk csak az aktualitást a lehető legrövidebb módon, a lehető legkevésbé rabolva úgymond az idejét. És mindig küldünk egy képet, ugye a kép a sokszor többet mond, mint maga az információ, és azon még több információt tudunk szemléltetni. Tehát gyakorlatilag ennyi az értesítésről. Ugye most a nyári időszak nem mondható uborka szezonnak a programok szempontjából, hiszen számtalan program van mezőtúron. Ha az Ízfesztet említettem, ugye, de előtte is voltak már, és hát most is jönnek az Artúr Fesztivál programjai, illetve a Túri Vásár, de utána az augusztus 20-20-a környékére szerveződő programok. Attól nem tartotok el, hogy egy olyan időszakban, őszi, késő őszi, téli időszakban, ahol viszonylag kevesebb program lesz mezőtúron, hogy az alkalmazás picit kiüresedik. Vagy erre mi a terv? Megtaláljátok az utolsó kis kiállítást is, ami szóba jöhet, vagy egy író-olvasó találkozott, amely természetesen nagyon fontos. Tehát és akkor a kérdés a második fele az lenne, tehát túl ezen, hogy hogyan informálódtok, kik által, nyilván weblapokról, de egyéb módon informálódtok-e? Igen, hogyne. Tehát egyrészt a legteljesebb információ az a weben érhető el, viszont meglepő, hogy nem minden. Tehát egy híres marketinges mondta, hogy óriási bukás, hogyha valaki csak egy médiának szenteli az összes reklámtevékenységét, hiszen vannak emberek, akik azt soha nem nézik, az az információ hozzájuk soha nem ér el. Éppen ezért mi is egyrészt nézzük a weben, elég teljes, durván 80-90%-ban meg lehet ott találni mindent, de másrészt figyeljük az iskoláknak a rendezvényeit, a zeneiskolának a rendezvényeit, figyeljük az egyéb, tehát baráti körök által ismert rendezvényeket, ugye mezőtúron több kórus is fellép, az ő programjukat is figyeljük, tehát csipegetve ismerősöktől, a webről, közösségektől
tesszük be ezeket az információkat, és ugye arra számítunk, hogy egyre ismertebb lesz ugye ez az applikáció, és akinek már van valamilyen rendezvény ötlete, vagy rendezvénye, akkor ő már meg fog bennünket keresni, hogy tegyétek be, léci, mert lesz egy ilyen rendezvény ekkor és ekkor, és akkor azt készséggel betesszük. Tehát erre számítunk, hogy ez lesz a jövő, hogy már minket fognak megkeresni, de addig, amíg ez nem történik, addig ez még megtesszük. Addig a kutató munkát, azt addig kell kutatunk, végezni. Így van. Igen, csak talán az hozzátenném, hogy eddig nem volt úgy, hogy hiány lett volna a rendezvényből. Ez meglepően, de minket is meglepett, mert már azt hiszem, már tesszük a rendezvényeket tavaly október óta. És azért nem volt ilyen. Nyilván nem mindig van olyan kaliberű rendezvény, mint a Ace Fest vagy a Arthur Festival. De sok-sok kisebb rendezvény van állandóan, és ez érdekes nekünk is, ez nagyon-nagyon nagy elégedettséget adott, hogy hoppá, ez csak kellene hirdetni őket, és mindenki valahogy tudja, hogy mi van ugye a városban, mert sok rendezvény van, hogy mondjuk az iskolákban, Tehát ugye nyilván vannak városi szintű rendezvények, és vannak olyan rendezvények, amelyek elsősorban egy iskola közösségének fontosak, akár a zeneiskola közösségének fontosak, vagy egy intézmény, bármely más intézmény. Igen, vagy a kulturális körökben. Azonban látogatható a nyilván, tehát mindenki számára, és nem föltétlenül tudnak erről az emberek, hiszen a plakátolásnak már annyira nincs divatja, bár hát még jelen van ez a forma is. És hát az interneten is még azért meglehetősen hiányosak sokszor az információ. Tehát mindenképpen szükséges egy ilyen applikáció, én is azt gondolom. Carlostól kérdezném, hogy milyen a fogadtatása magának ennek az alkalmazásnak, úgy szakmai, tehát szakmai szempontból, mint általában. Hogy látjátok? Van-e már visszajelzés? És általában milyenek ezek a visszajelzések? Igen, pont az applikáción belül van egy lehetőség, hogy bárki adjon egy visszajelzést írásban, egy rövid üzenetet. Hiszen van egy elérhetőség fül, ugye, és erről még részesen nem beszéltünk. Így van, és általában nagyon örülünk, hogy írták, és hogy különböző vélemények voltak, általában pozitív vélemények voltak, vagy vannak. Jelenleg több mint 200 letöltés van már. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg 200 ember legalább... Ezt tudjátok mérni, ezek szerint? Igen, ezt tudjuk mérni, igen, pontosan. Tudjuk mérni, hogy mennyire nézik általában, nem csak, hogy hány embert töltött le, hanem milyen gyakorisággal szokták érdeklődni vagy nyitják mondjuk így az applikációt. Amúgy is van egy érdekes, csak így zárójelben, hogy már a világban már gyakrabban nézzük a telefon, a okostelefon, mint a számítógépet. Szokták mondani, hogy általában 150-szer nézzük a kütyüt minden nap. És van, aki kutatta, hogy mi gyakorlatilag 100%-osan, ha megyünk a WC-ben, akkor biztos, hogy megnézzük, különösen a munkahelyek. Hogy ilyen szokás. Főleg ugye a fiatal generáció. Igen, gondoljuk, hogy most kihoználom ezt az pici időt, arra, hogy hát belenézem. Igen, és akkor igen, az applikáció azt hiszem nagyon egyszerű, megpróbáltam be, ugyan nagyon-nagyon egyszerűnek úgy fejleszteni, hogy nagyon egyszerűen legyen a könnyen használni. Kezelhető legyen. Igen, könnyen kezelhető. Ez is egy fontos szempont volt a létrehozásánál, hogy könnyen kezelhető. Tehát még egy olyan laikus is, mint mondjuk én, nevezhetem magam annak, és könnyen tudja ezt kezelni, és letölteni, ugye? Igen, így van. És így van. Említetted már a Google Play felületet? Igen. Beszéljünk erről, akkor tehát ott lehet megtalálni, tehát ugye konkrétan technikai értelemben is beszéljük akkor ezt meg, jó, egy picit? Igen. Még engedj meg egy visszakanyarodást. A statisztikát említette Carlos, még az előző ponthoz még annyit hozzátennék, egy vicces megállapítást, hogy valaki kutatta, hogy miről mondana le az ember szívesen.
És az jött ki a kutatás végén, hogy inkább lemondunk a csokoládéról, az alkoholról, a szexről, de az okos telefonról nem. Fura világ kezd kialakulni, azért ezt lássunk be, tehát itt az alkoholról még tényleg talán érdemes is lemondani, bár mértékel azt is, de a csokoládéról és a szexről, hát azért ott megkérdőjelezném, hogy mennyire van előtérben a kütyű ezekhez képest, hogy kéne, hogy előtérben legyen. Igen. És akkor még itt, nem tudom, hogy szavarba, vagy belé folytottam ezt, tehát még arra akarnék egy picit választ találni tőletek, választ kapni. Általánosságban már tenném fel ezt a kérdést, hogy mit gondoltok, hogy a technika, a számítástechnika, az informatika ilyen mérvű fejlődése, az hát mennyire hasznos, mennyire káros, inkább hasznos, vagy inkább káros. Tudom, ez egy nagyon naív és laikus kérdés, de én azt gondolom, hogy a mi hallgatóságunk és nézőink között sokan vannak olyanok, akiket igenis érdekel ez a kérdés. Tehát ti, mint ezzel a területtel foglalkozó, és missziószerűen foglalkozó emberek, hogyan látjátok ezt a kérdést? Tehát ugye pont arról beszéltünk, hogy hányszor tekintjük meg ezeket a kütyüket, és már mi minden szorul háttérbe ehhez képest. Hogy igen. Látjátok, ez kell-e ez, hogy ez így folytatódjon, igen. Vagy tudunk ezzel nem bármit, vagy érdemes ezzel nem bármit tenni? Én úgy gondolom, hogy a jövő az a kézben hordható, most jelenleg okostelefon, tehát a jövő ebbe az irányba megy. Az információ az mindig ott lesz nálunk, valamilyen formában. Lehet, hogy mint a fantasztikus filmekben rányomok valami csipre, és akkor előttem megjelenik egy átlátható képernyő, és akkor ott látom, ott lehet, hogy ez lesz, nem tudom, 20-30-50 év múlva, ki tudja, de az információ mindig velünk lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az okos telefon használat, ami irányába most elindult, hogy az emberek sajnos van, hogy akár 10 órát is rajta lógnak, főleg a fiatalok, én úgy gondolom, az nagyon káros. Azért tartom károsnak, mert az élő kapcsolatok háttérbe szorulnak. Arctalanná válik, tehát nagyon könnyű a chatbe bármit beírni. Sőt, még nem is szükséges a saját fotómat betenni, beteszek bármit, vagy beteszem egy olyan előnyös pozícióból vagy fotómat, ami erre egy bizonyos dolgokat, és sokkal előnyösebb színben tüntet föl. Másnak mutatom magam, ott a virtuális világban másnak érzem magam. Nem érzem a súlyát annak, amit leírok. Így van, ugye? Így van. Akár büntetőjogi értelemben sem érzem van, a súlyát. Így van. És a konfliktusok megoldását abszolút nem gyakorolja, nem tanulja meg a fiatal, meg hát akkor ugye bármilyen nemzedékről is lehet itt szó. Ugyanis a telefonon van időm meggondolni, akár egy napig is gondolkodhatok, hogy na erre a felvetésére mit válaszolok, de élő szóban akkor magamat adom, akkor ami kijön belőlem, az vagyok én, azt adom, ezt a kütyű, ezt az okostelefon, ezt megszünteti, ugye ezt a féle fejfájást, hogy úristen, most akkor nekem vállalnom kellene a felelősséget azért, amit mondok. Tehát én úgy gondolom, hogy szükséges lenne a mértéket, a helyes mértéket mindenkinek maga számára beállítani és megtanulni, illetve a szülőknek, mivel ugye mi is szülők vagyunk, fontos, hogy a gyerekeinknek megtanítsuk, hogy milyen az a használat, milyen az az egészséges mérték, ami az ő személyiségét nem torzítja, nem károsítja. Tehát én úgy gondolom, hogy a szabad levegő, a szabadban végzett tevékenység, akár itt most ugye gyerekekről is legyen szó, az nem versenyzik az okostelefonnal. Tehát azt a jövőben is nagy hangsúllyal szem előtt kell tartani, hogy a gyerekek ahelyett, hogy görnyednek, mert felvesznek egy olyan fajta testtartást, illetve a hüvelykújjuk, ugye, hogy állandóan mozgásban van, az is ugye az ízületek előbb-utóbb, sőt, sokkal hamarabb, mint kellene elkopnak, tehát vannak ennek fizikai következményei is, amit a mértéktelen használat előidéz, de hát a mértéktelen használat az élet minden területén így van, mértéktelen alkoholfogyasztás, mértéktelen csokoládéfogyasztás. Károsnak, mint szakmában dolgozónak milyen, tehát van-e, különbözik-e a véleményedtől, akár csak árnyalatnyilag is? Igen, az ugyanaz a véleményem. Gondolom, hogy
hogy a személyes kontaktus az nagyon fontos, ugye átérezni azt a meleget, amit lehet kapni egy második személytől. Ezt meg kell tapasztalni, azt hiszem, ez tartozik az élethez, és ez egy nagyon egészséges, lelkileg különösen, ami a telefonon keresztül azt nem érzük át, és ebből nagyon sok kell, abból a melegből. És igen, és az a függőség, ami itt okoz, mert nagyon szórakoztató a telefon, nagyon sok érdekes dolgok vannak benne, sok információ, ugye az azonnali kommunikáció, ugye ez nagyon hasznos, ez nagyon hasznos. Anélkül én nem szeretnék élni, igazán, nagyon hatékonyak tudunk lenni, sok-sok boldogságot hoz, különösen például, ha valaki távol van, ugye akkor nagyon gyorsan tudunk ugye kapcsolatban maradni, kapcsolatban jönni, de néha sajnos néha akkor olyan is átalakítjuk a kapcsolatainkat, hogy csak ilyen elektronikus kapcsolataink vannak, és ez már nem szeretnék csokolozni valakivel például csak telefonon keresztül. Ez nem következik be. Igen, ez előbben az izgalmasabb. Örülök, hogy azért körbelengte ezt a beszélgetést más is, mint az eredeti téma, és sok mindenről tudtunk beszélni, és tudnánk még egyébként akár erről a területről is, de mi itt a stúdió felvétel előtt arról beszélgettünk, hogy jöttök ti még ide nem olyan túl soká, ebbe a stúdióba is magáról Kolumbiáról, az országról, illetve a városról, ahol éltetek, és az ottani életetekről is fogunk beszélgetni. Nagyon izgalmas, én azt gondolom, hiszen egy egzotikus ország, ilyen Magyarországról tekintve Kolumbia, meg az egész környezet, úgyhogy azt gondolom, sok mindenkit érdekelni fog. Én most megköszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és nagyon sok sikert kívánok egyébként, azt gondolom, a Pont Média stábja nevében, ehhez a missziós tevékenységhez fogalmazzuk, akkor így maradjunk ennél, és gyertek legközelebb is tényleg el. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget. Nagyon izgultunk, hogy sikerül-e átadni ugye az applikációról azt, amit gondoltunk, amit szeretnénk üzenni. Hasznosnak tartják-e a rádióhallgatók is. Úgyhogy nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy elmondhattuk, hogy itt lehettünk, és nagy örömmel jövünk máskor is hozzátok. És akkor mondjuk azt el, hogy várjuk a visszajelzéseket, akár a Pont Rádió Facebookos oldalára is az applikáció kapcsán. Mérjük föl minél inkább ennek a jelentőségét, hasznosságát. Ja, köszönjük szépen a lehetőséget. Vázquez Carlosnak és Vas Évának köszönjük, hogy itt volt a stúdióban. Kedves televízió nézőknek, illetve rádió hallgatóknak pedig megköszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.